Szeretettel köszöntöm a Répce TV nézőit és követőit, önök hírperceinket látják, tartsanak velünk ma is! Ingyenes LED csere program áll a lakosság rendelkezésére, melyről szórólapon és a közmeghallgatáson is tájékoztatta az önkormányzat a Répce lakiakat. Az izzókhoz egy pár perces online regisztrációt követően lehet hozzájutni. A ledcsere.hu oldalon a jelentkezésre kattintva néhány perc alatt regisztrálhat bárki, akinek a nevén van villanyszámla és Répce laki lakcímkártyával rendelkezik. Néhány adat kitöltését, illetve dokumentum feltöltését követően a rendszer az éves áramfogyasztás, valamint az otthonában található izzók száma és használati ideje alapján kiszámolja, hogy az adott háztartás hány ingyenes ledre jogosult. Az átvétel időpontjával kapcsolatban a regisztrációt követő hetekben e-mailt kapnak a jelentkezők. A programba február 15 és március 15 között lehet regisztrálni. Akinek nehézséget okoz a regisztráció elvégzése, vagy nem áll rendelkezésére a megfelelő infrastruktúra, segítséget kérhet a művelődési házban. Fontos azonban, hogy a szükséges dokumentumok birtokában érkezzen, mert csak úgy tudnak segíteni neki. Sokszor voltunk már szerencsére 90 éves Répce lakit felköszönteni. De olyan, hogy ugyanennek a személynek a 95. születésnapján is részt vehettünk volna, olyan még nem fordult elő. Ráadásul úgy, hogy Bözsi néni egyáltalán semmit nem változott. Az ajtóban állva várt minket, csinosan, szépen. Nagyon várta a látogatókat Szabó József polgármestert, dr. Kis Julianna jegyzőasszonyt és Finta Brigitta szociális ügyintézőt. Városunk vezetője felköszöntötte őt. De tényleg, tehát 95 éves ember ilyen fitten, ez egyenesen fantasztikus, úgyhogy tényleg azt kívánjuk, hogy éljen meg még sok évet erőbe, egészségbe, gyerekekkel, családdal együtt. Ezt köszönöm. Meg gondolom, hogy még ki tetszik járni azért a kertbe is. Menik. Csak a leállség. Úgyhogy ez rendben van. Úgyhogy fogadja tőlünk szeretettel, nem adom oda, csak letettem azt a ajándékkosarat, virágot, igen, meg egy emléklapot, és hadd adjak két pusztantást. Isten értesse, sokáig. Na, Bözsi néni, akkor én meg átadom az emléklapot, amit Orbán Viktor miniszterelnök aláírt. Bözsi néni büszkén mutatta, családja a megyei napi lap hasábjain is megemlékezett az ő nagy napjáról. Aztán nem tudom, hogy történhetett, de elröppent közel 2 óra. Bözsi néni történetei a családjáról, a háborús évekről, a régmúlt Répce lakjáról bűvöletbe ejtettek mindannyiunkat. Megelevenedtek a radók, a stauferek, az ajkaiak. Rég elfeledett utcákat, közöket rótunk végig gondolatban. Hallgattuk, hogy hova bújtak az ellenséges katonák elől, vagy az árvíz elől, és hogy milyen keményen dolgozták végig az életüket. Bözsi néni a nagy háború után 10 évvel született. A második világégést fiatalként élte végig. Az azt követő évtizedekben szeretett, férjhez ment anya, nagymama és dédi lett. Most 95 éves. Kortársai, barátai, testvérei és ismerősei közül sokan nincsenek már közöttünk. Ám ő nett, fit, mosolygós és vidám. Beszélgetésünk során egy dolgot nem tett egyszer sem. Nem bánkódott, nem kesergett és nem szomorkodott. Hát kérem, így kell megélni 95 esztendőt. Szívből gratulálunk! Múlt pénteken tanítás nélküli munkanap volt a Répce laki Móra Ferenc általános iskolában, mely a farsangolás jegyében telt el. A program része volt a jelmezes felvonulás és az osztályok műsorai, melyek nagy tetszést arattak. A produkciókat és a maskarákat szakértő zsűri értékelte, az osztályok pedig termeikben mulatták az időt vidáman, jókedvel.
Több év után ismét egy komoly országos karate versenynek adhatott otthont Répcelak. Szombaton a Répce sportcsarnokban rendezték meg a felnőtt és ifjúsági Kyokushin magyar bajnokságot, melyen az Európa bajnokságra történő kvalifikáció történt meg, vagyis nálunk alakult ki a nemzeti válogatott kerete. A Rakurai Dojo a kapuvári Kastrum Dojoval közösen vállalta fel a rendezvény megszervezését, melyen 40 klub közel 200 versenyzője vett részt. A program reggel mérlegeléssel és orvosi vizsgálattal indult, majd a sorsolást követően a forma gyakorlatok bemutatásával vette kezdetét a versengés. Ebben Bernát Eveli révén volt érdekelt a Rakurai Egyesület. Az ünnepélyes megnyitóra kora délután került sor. Sián dr. Bogdán Olivér ekkor köszöntötte hivatalosan is a résztvevőket és a meghívottakat, és mondott köszönetet a segítőknek, a támogatóknak. A rendezvény díszvendége Sensei dr. Szepesi Csenge, többszörös magyar bajnok, Európa bajnok és világbajnok volt, aki biztató szavakkal kívánt jó és balesetmentes versenyzést mindenkinek. A publikumot Szabó József Répcelak város polgármestere is köszöntötte, aki kiemelkedő sport eseménynek nevezte a rendezvényt, és örömmel üdvözölte sportkedvelő városunkban. A hivatalos megnyitót követően kezdetüket vették a kumite küzdelmek. A Rakurai Dojo 6 karatékája lépett tatamira, Seregé Gyöngyi, Finta Zelma, Bognár Léna, Pikler Márk, Primus Tibor és Homor Bálint. A tét nagyon komoly volt. Itt dől el az, hogy az Európa-bajnokságra ki tudja kvalifikálni magát, tehát a nemzeti válogatottnak a kiválasztása folyik jelen pillanatban. Magyar bajnok lett, és ezzel kvalifikálta magát az Európa-bajnokságra Finta Zelma. Seregé Gyöngyi és Bognár Léna pedig bronzéremmel zárták a versenyt. Szívből gratulálunk minden versenyzőnek és díjazottnak. Szombaton este megtartotta hagyományos bálját a százszor szép óvoda szülői közössége. A rendezvénynek a Lakoma étterem adott otthont. A vendégeket a hirtelen lebetegedett eszemelnök Móricz Virág helyett Boros Horváth Bianka köszöntötte, majd a város vezetés nevében Varga Sándor alpolgármester kívánt nagyon jó szórakozást mindenkinek. A szülői közösség saját kezébe véve a meghívottak szórakoztatását, és kiválóan reagálva a mainstream média aktualitásaira, sztárban sztár jellegű produkcióval készült. Összeültünk, beszélgettünk, hogy mi legyen a neve, mi legyen a neve, és akkor egyszer csak így kipattant a fejünkbe, és hú, sztárban sztár, és akkor legyenek fellépők, és hát ugye mivel most nagyon menő a kordapáros, így hát ő rájuk esett a választás, hogy ők mindenképpen legyenek, ők legyenek az attrakciók, úgyhogy így jött igazából. A népszerű zenészpárt német pap Barbara és Varga Viktor személyesítette meg. Mi egyszerre beleegyeztünk amúgy ebbe az egészbe, úgyhogy nagyon örültünk neki. Meg hát mi egyszerre el is vállaltuk ezt a szerepet. Hát próbáltunk kicsit szerepet cserélni, hogy egy kicsit viccesebb legyen Forsonkhoz méltan. Hangulatot teremteni, és így gondoltuk azt, hogy inkább akkor cserélünk. A szerep átélése olyan tökéletesre sikerült, hogy még az interjúnál is szerepben maradtak Barbiék. Igazából Klárikám mondta, hogy ebbe egyezünk bele, mert nagyon szeretett volna ide eljönni. Nagyon jó közönségünk volt, és úgy gondoltuk, hogy a Répcelaki szülői munkaközösségre vagy gyerekeknek feltétlenül fogunk mindenképpen egy produkcióval készülni. Hát nagyon-nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jó volt a közönségünk, és a Répcelakra mindig visszahúz a szívünk. Meg elevenedett még Kozsó, Szikora Róbert és a Valmar együttes is. A finom vacsorát szuper buli követte, melyet csak a tombola sorsolása szakított meg. Bianka elmondta, rengetegen támogatták őket, megható volt a sok-sok felajánlás. Egyszerűen csak dőltek a felajánlások. Annyira nagy lelkűek tényleg az emberek, hogy annyira szívükön viselik az óvodásoknak az, hogy tényleg hogyan, miként tudjuk megoldani az egyes ugye, rendezvényeinket, például a gyereknapot is, meg hát minden egyes rendezvényre ugye nyilván tőke is kell, úgyhogy teljesen nagyon köszönjük és nagyon hálásak vagyunk, mert tényleg szerintem még több is, mint 120 tombolánk van, úgyhogy óriási köszönet tényleg mindenkinek.
Az óvodabálban Rudi Attila gondoskodott a jó hangulatról. Újabb érdekes programot tartottak az idősek klubjában kedden délután. A polgárőr egyesülettel karöltve kézműves foglalkozást tartottak, melyen a nőnapra készülődtek. Az alapanyagokat a polgárőrök hozták magukkal, hogy ezzel támogassák az időseket. Szerdán a Nyitott Tér Kulturális Egyesület hívta szabad egyetemi előadásra az érdeklődőket. A szép számú publikum számára Divák és Bonvivánok, vasi származású színészek címmel tartott érdekes ismertetőt Felsz György történész. Jövő héten is lesz kulturális program, a galéria teremben megnyílik Szendi Szűcs István képzőművész tárlata, aki onnét lehet ismerős a közönségnek, hogy Boros Ferenc nagy sikerű, több díjat is elnyert portréfilmet forgatott róla. A tárlatot a répcelaki származású Balai Czvarga Narcisz esztét tanítja meg, az előtérben pedig Csupor Lola 6. osztályos képzőművészeti tanszakos diák munkáit állítják ki. Csütörtökön tartotta munkarend szerinti ülését Répcelak város képviselőtestülete. A Honatyák az előző alkalommal elfogadott eddigi 17 órás kezdés helyett ez alkalommal már 15:30-kor megkezdték a tanácskozást. Napirendek előtt Szabó József polgármester beszámolt a két ülés között eltelt időszak eseményeiről, történéseiről. Városunk vezetője többek között elmondta, előző napon az óvodát fenntartó Répcelak térsége társulási ülés elfogadta az intézmény éves költségvetését. Szabó József megköszönte a társ polgármesterek konstruktív, a településeik érdekeit védő, de az óvoda és az óvodás gyerekek szempontjait is maximálisan szem előtt tartó hozzáállását. A napi rendek sorát a város 2023. évi költségvetésének tárgyalása nyitotta meg. Szabó József úgy fogalmazott, óvatos, nagy elkötelezettség nélküli költségvetés készült idén. A polgármester kiemelte, tekintettel a nehéz időszakra és követve a minimálbér növekedési arányát, ők is egységesen 15% béremelést szavaztak meg az önkormányzat működési körében dolgozók számára. Az önkormányzati hivatal, a művelődési ház, a bölcsöde és idősek klubja, valamint az önkormányzati tulajdonú KFT-k munkatársai részére. Hozzátette, az év első felében takarékos, a város biztonságos, a megszokott színvonalú működését biztosító gazdálkodást folytatnak, fél évkor újra vizsgálva a számokat döntenek majd a továbbiakról. A testület egyhangulag szavazta meg az előzőleg minden bizottság által megtárgyalt és elfogadásra javasolt költségvetést. A napi rendek sorában tárgyalták többek között a város civil szervezeteinek támogatását. A 16 támogatott szervezet között összesen 47 millió forintot osztanak szét, mindenkit az előző évi szinten támogatnak, kérve őket, hogy ők is takarékosan csak az igazán fontos programokat és beszerzéseket megtéve gazdálkodjanak. Elhangzott, nincs már eladó telke az önkormányzatnak, az összes eddig meghirdetett terület eladásra került a Hunyadi, az Aradi és az Arany János utcákban, ezért a képviselőtestület értékesítésre jelölte ki a Tatai utca folytatásában éppen közművesítés alatt álló 16 telket. Itt a víz és szennyvíz rendszer, valamint az optikai kábelrendszer már kiépítésre került. Az út, a közvilágítás és a csapadékvíz elvezetése pedig a későbbiekben valósul meg. A telkek eladási árát az eddigi 4000 forint plusz áfa per négyzetméter árról 5000 forint plusz áfa per négyzetméter árra emelte a testület. Tárgyalták a képviselők az önkormányzat által bérbeadott helyiségek bérleti díját, ezek egyébként 2019 óta nem drágultak. Most 25%-os emelésben állapodtak meg a képviselők. Újra tárgyalta a temetőről és a temető használatának rendjéről szóló rendeletét a testület.
Ezentúl az eddigi gyakorlat helyett egy kézbe a város üzemeltetési Kft. Kezébe kerül a temető rendezése. A város vezetés célja, hogy rendbe rakja a sírkertet. A nemrégiben lezajlott ellenőrzés során viszonylag sok megváltatlan sírhelyet és tucatnyi gondozatlan nyughelyet tártak fel. Az önkormányzat törvényi kötelezettségének megfelelően megpróbálja felkutatni a hozzátartozókat és rendezni a függőügyeket. A gazdátlan sírok felszámolásra, az olvasható felirattal rendelkező fejfák pedig a kőtárba kerülnek. A helyek felszabadulása révén lehetőség nyílik majd utak létesítésére, egységes ápolt temetőkert kialakítására. A mentőszolgálat olyan kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy járuljon hozzá egy automata vezérlésű mellkasi kompressziós készülék megvásárlásához. A pénzügyi bizottság ülésén jelen volt Köcse Tamás Vas megyei vezető mentőtiszt, aki be is mutatta a készüléket és elmondta, körülbelül 3,5 millió forintért tudnának egy használt, de jó állapotút vásárolni, ehhez kérnének segítséget. A répcelaki képviselők úgy határoztak, hogy 1,5 millió forint kezdő tőkével útjára indítanak egy gyűjtőakciót, ezzel párhuzamosan pedig közleményben kérik a lakosságot és a helyi vállalkozókat, hogy ők is álljanak a beszerzés támogatása mellé. Hogy hogyan lehet ezt megtenni, azt hamarosan közé tesszük majd a Répce TV platformjaim. Megkezdődött a tavaszi idény a kézilabda szakosztály számára. U19-es és felnőtt csapatunk a Szese együtteséhez utazott Győrbe. Ifistáinknak sajnos nem sikerült túl jól a szezonkezdés. Kornekkerné Maráci Anita edző beszámolója szerint az egész mérkőzésre jellemző volt a gyenge védekezés, a rengeteg technikai hiba és a tanácstalan támadójáték. Volt ugyan egy rövid, reménykeltő időszak az első fél időben, amikor elindult egy kis felzárkózás, de aztán újra jöttek a hibák, megtört a lendület és egyre nőtt a különbség. Végül 45-19-es vereséget szenvedtek. A felnőtt csapat viszont győzelemmel térhetett haza az első tavaszi bajnokiról. Turai László szakosztályvezető a csapat közösségi oldalán a következőképpen kommentálta az eseményeket. Kézilabda csapatunk már a sportbálon is megmutatta, milyen jó az egységünk, így közös élményekkel töltődve vágtunk bele a tavaszi szezonba. Sajnos betegségek miatt hiányos kerettel kényszerültünk első mérkőzésünkre Győrbe utazni. A 2022-es évre vonatkozóan a csapat legjobbjaként kiemelt kapusunk, Szalai Nikoletta ezúttal is hozta a tőle megszokott szép teljesítményt, melyben remekül támogatta az egész együttes. A téli szünetben újabb igazolásokkal erősödött a keretünk. Korábbi játékosunk, a beállós Málovics Dorina Celdömölkről helyezte vissza székhelyét Répcelakra. Az előző idényben Bükön szereplő Menyhárd Dorkára pedig a következő hazai meccsünktől számíthatunk majd. A lányok fegyelmezetten és minden taktikai utasítást betartva játszottak, így nagy örömmel hozhattuk haza a 2 pontot. Szombaton hazai pályán láthatjuk csapatainkat, a Sárvár együtteseit fogadják majd. Ifjúsági és felnőtt teke csapatunk hosszú szünet után a bajnokság 10. fordulójában Győrbe látogatott, ott játszották le ugyanis az energiaválság miatt zárva tartó székesfehérvári pálya helyett a Köfém SC elleni meccsüket. Ifjúsági játékosaink megadták az alaphangot, hiszen mindketten megnyerték párharcaikat, így 4-0-ás győzelmet arattak. Felnőttek esetében az első sorban Horváth Zoltán és Tóth Áron szettpontot sem veszítve szerezte meg a vezetést. A középső sorban Szabó Attila szoros párbajban abszolválta a csapat 3. pontját, Bíró Patrik azonban elvesztette párharcát. Az utolsó sorban Móricz Zoltán és Molnár Pál kialakította a 7-1-es végeredményt. Szombaton hazai pályán fogadjuk a zalaegerszegi TK együttesét. Mai műsorunk véget ért, valamennyi munkatársam nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Friss hírekért kövessenek ezután is minket, figyeljék a Répce TV képújságát és Facebook oldalunkat. Találkozzunk legközelebb is, viszontlátásra! Szerencsére ebben az évben is sokan vannak, akik megtisztelnek bizalmukkal és támogatásukkal minket. Köszönjük alapítónknak, Répcelak város önkormányzatának, és személy szerint Szabó József polgármesternek a töretlen bizalmat.
Hálásak vagyunk Csorbáné Farkas Teréziának, hogy a Szabeki Divat mindig rendelkezésünkre bocsátja a felvételekhez szükséges öltözékeket és ékszereket. Köszönjük Kovács Erikának, hogy az Erika Virág Ajándék Kft. Biztosítja számunkra a stúdió dekorációját. Vargánék Levik Hajnalka a Bindvíd Szépség Stúdióban hosszú évek óta készíti a bemondó frizurát, köszönet érte. Szintén köszönjük a Cell Kábel, a Celldömölki Kábel Televízió mindennemű segítségét működésünkhöz. Hálásak vagyunk a Savencia ZRT nagy lelkű támogatásáért. Köszönettel tartozunk az Abért Autó Kft. Partneri együttműködéséért. Szívből köszönjük a Répcelak és Vidéke Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., a Renovo Üzlet, a Prima Optika és a VS Trans Kft. Hosszú évek óta tartó segítségét. Nagyon szépen köszönjük Kis János és Kis Dávid egyéni gazdálkodók régóta tartó támogatását. Nagy öröm számunkra a Horváth Westbau Kft. És a Lakoma étterem bizalma is, köszönet érte. Hálásak vagyunk legnagyobb hirdetőink, a Rába Patyi tetőbolt üzlet, a Resti Pizza, a Sárvári Szőnyegcentrum és Matracház, az Emmer Ablak, valamint Molnár Erik és Szabó Norbert vállalkozók bizalmáért. Köszönjük!